Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Csobán Katics Bernadett vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Új civil szervezet Szekszárdon, a csatári és az alsóvárosi területekért dolgoznak majd. Német nemzetiségi tanösvény a vármegye székhelyen, a Béla Király tértől a Szent János és Pál kápolnáig vezet a gyalogút. Teveli tűzoltóház, állami és önkormányzati támogatással készülhetett el a felújítás. Hagyományőrző disznóvágás, szinte az egész falu jól lakott Kakasdon. Új civil szervezetet alapítottak Szekszárdon. A közösség tagjainak célja egyrészt, hogy fejlesszék az egykori Alsó utcában és a csatári városrészben élők hagyományait, valamint hogy ápolják az ottani közösségek emlékét, de nem titkolt szándék az sem, hogy a környék fejlesztéséért dolgozzanak. Egyhangulag szavazták meg az elnökség névsorát a déli város részen alakult új civil közösség tagjai. A Szekszárd Alsó utca csatár 1896-2023 egyesületbe eddig nagyjából 120-an jelezték belépési szándékukat. A közösség a már közel 20 éve működő Alsóvárosi Római Katolikus Egyesület és egy Facebook csoport a volt egyszer egy csatár közös munkájának eredményeként jött létre. A csatár az tulajdonképpen a város szélén egy falu volt, ahol egy nagyon jó közösség élet zajlott, és hát tulajdonképpen, mint minden falunak, itt megvolt a bolt, volt a szódás, iskola volt. Az iskolában két hetente vasárnap mise volt. Akkor itt volt a téglagyár, a kerámia. Az egyesület egyrészt azt tervezi, hogy méltó módon ápolják majd az egykori Alsóvárosban és csatáron élt helyiek emlékét, az ő hagyományaikat, másrészt viszont aktív szereplői szeretnének lenni a szekszárdi közéletnek is. Történelmi múlt megismerésével együtt lehetne azért olyan programokat szervezni, ami a közösséget kimozdítaná, akár a lakásaikból, vagy akár érzelmileg, élményanyag szempontjából. Így gondolhatunk akár közös kirándulásokra, dalestekre, irodalmi estekre, vagy érdeklődési körnek megfelelően lehet ezeket a programokat összeállítani. Az alakuló ülésen részt vett a körzet önkormányzati képviselője is. Máté Péter azt mondja, öröm látni, hogy a hozzátartozó városrészben új civil közösség bontogatja a szárnyait, ő pedig szívesen állt az ügyük mellé. Közvetlen információ érkezik, ha tetre kész emberek vannak, akkor összefogással sok mindent fognak látni. A Szekszárd Alsó utca csatár 1896-2023 egyesület tagjai mindenkit szívesen láttak maguk között, aki úgy érzi, érdekli a település rész múltja, vagy tenne annak jövőjéért. Átadták Szekszárdon a felmenők értékmentő munkáját bemutató 7 szakaszból álló német nemzetiségi tanösvényt. A gyalogút a Béla Király tértől a Szent János és Pál kápolnáig vezet. Az avató ünnepséget a Babits Mihály Kulturális Központban tartották. Az interaktív elem, hát én most kérnék egy vállalkozó szellemű fiatalt vagy gyereket, aki a QR kódot beolvassa a tábláról, mert akkor meg tudjuk hallgatni a művet is. Tematikus táblák, rajzok és grafikák, illetve interaktív elemek mutatják be 7 állomáson keresztül a szekszárdi németséget. Elkészül ugyanis a helyi nemzetiségi tanösvény. Farkas Pálné, a szekszárdi német nemzetiségi önkormányzat elnöke elmondta, hogy a szervezet régi álma valósult meg ezzel. Megpróbáltuk felkutni azokat az értékeket, amelyek Szekszárd városában rejlenek. Ezek a különböző épületek, személyiségek, amelyek meghatározták magát a várost is, és a városnak a kultúráját is, hiszen itt, hogyha a 7 állomáson arról mesélnek, hogy melyek ezek az értékek, amelyek a városban rejlenek. Az tanösvény a német hagyományok megőrzése mellett az itt élőknek is bemutatja, mi mindent köszönhet Szekszárd a helyi németségnek. Azért fontos, mert a járókelő, vagy akár a Szekszárdon kiránduló, vagy a vármegyi székhelyre érkező megismerheti Szekszárd kulturális életét. Egy kicsikét jobban belebújhat. És természetesen kiderül abból, hogy a szekszárdi németségnek rengeteget köszönhet a város, a mostani városlakó, hiszen a felmenőink között is akadtak szép számmal olyan német, vagy magyarországi német emberek, akik nem csak kultúrát adtak a városnak, hanem olyan gyönyörű
épületeket egyébként, amelyeket most 2023-ban is megszemlélhetünk. A projektet egyébként a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által kiírt pályázat segítségével valósították meg. A Tolnai Vármegyeszékhelyen az országban 14-ként átadott gyalogút izgalmas információkkal várja az érdeklődőket. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2014-ben indította a tanösvényprojektjét, amelynek az a célja, hogy mindazon települések, akik pályáznak ebben a projektben, megmutathassák tanösvény keretében azokat a sajátosságokat, amelyek a saját településük német nemzetiségi lakosait mutatják be, a múltjukat, jelenüket, esetleg víziót a jövőre nézve. Az eseményen részt vett Tircsi Richárd, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárságának főosztályvezetője, aki hangsúlyozta, nagyszerű kezdeményezése volt a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának, hogy útjára indította a nemzetiségi tanösvények hálózatát. Magyarország kormánya nagyon sok kezdeményezést támogat magyarországi nemzetiségek életében, így természetesen a magyarországi németek életében is, mind a köznevelési intézményeket, mind a kulturális kezdeményezéseket, anyanyelvi táborokkal, a fiatalokat, nagyon sok támogatási forma van, amelyet Magyarország kormánya nyújt. Tircsi Richárd hozzátette, hogy a tanösvény az adott településen élőknek mutatja meg mind azt az értéket, amelyet a magyarországi németek teremtettek hazánk történelmében. A lehető legtöbb napelemet kell csatlakoztatni az országos hálózathoz. A kormány ezért megelőlegezi az ehhez szükséges fejlesztések uniós támogatásait, mondta az Energiaügyi Minisztérium energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkára hétfőn. Steiner Attila szerint Magyarország energiabiztonsága érdekében kell az energetikai rendszert fejleszteni. Az ukrajnai háború hatásai miatt egyre fontosabb a helyben megtermelt energia, a napelemek terjedése viszont olyan ütemű volt az elmúlt években, hogy túlterhelik az országos hálózatot. Összteljesítményük elérte a 4000 megawattot, ami kétszeresen haladja meg a paksi atomerőműjét, tette hozzá. Az államtitkár úgy véli, hogy a fejlesztések ütemében fokozatosan megszűnhet a betáplálási moratórium, de addig meg kell vizsgálni, hol indokolt a fejlesztés. A Magyar Falu programban elnyert 6 millió forint biztosított lehetőséget a Teveli Önkéntes Tűzoltó Egyesület számára, hogy a település önkormányzatától kapott épületet felújítsák. A 32 fővel működő szervezet számára a tűzoltóházban vizes blokkot, konyhát, raktárat, karbantartóteret, valamint egy oktatótermet alakítottak ki, ahol a tagság és az utánpótlás képzése is zajlik majd a jövőben. A Teveli Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke köszöntötte a Magyar Falu programon elnyert 6 millió forintból felújított tűzoltóház átadójára érkezett vendégeket. Az épületet a település önkormányzatától kapta a szervezet. Arra is törekszünk, hogy a helyi embereknek adjunk munkát elsősorban. Sikerült ezt így megvalósítani. Ezek voltak a fő terveink, amit most itt látnak. Egy kis raktár, ahol tűzoltó felszerelésünk nagy része van, bevetési ruhák, sisakok, különböző eszközök, egy közösségi tér, ami egyben oktatóterem is. Emellett vizes blokkokat és konyhát is sikerült kialakítani az épületen belül, az alsó szinten pedig a garázs kapott helyet, ami a karbantartó térként is funkcionál. A Tolnavár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság vezetője ünnepi beszédében hangsúlyozta, példaértékű, hogy a 2019-ben újjáélett Teveli Önkéntes Tűzoltó Egyesület jelentős fejlődésen ment át. Mintegy 25 egyesülettel van a hivatásos tűzoltóparancsnokságnak együttműködési megállapodása, köztük Tevellel is. Ráadásul Tevelnek 2020 márciusától már egy kettes típusú együttműködési, második kategóriás együttműködési megállapodása, ami azt jelenti, hogy beavatkozó személyzettel is rendelkezik. Több mint 26-an tettek eddig már a szakfeladat ellátására 40 órás tűzoltó alaptanfolyami vizsgát és végzettséget szereztek. A szervezet tűzoltóinak további oktatására, csapatépítésre, valamint az utánpótlás nevelésre is alkalmas lesz az új tűzoltóház Tevelen. Bőven akadt baleset Tolna vármegyében január utolsó hétvégéjén.
Két esetben az elsőbség meg nem adása okozta a gondot Dombóváron, illetve Szakcs térségében Szedres és Medina között egy vadelütés történt, még a 611-es számú úton Kaposszekcsőnél ráfutásos ütközés eredményezett fennakadást. Egy nagy sebességgel Dombóvár felé haladó autós észlelte ugyan, hogy egy előtte szabályosan közlekedő, balra kanyarodni szándékozó kocsi elindult, de a fékezés és jobbra kormányzás ellenére sem tudta elkerülni az ütközést, majd a jobboldali füves árokba letérve állt meg. Az 55-ös számú főúton Baja irányából Bátaszék felé haladt egy férfi autójával, feltehetőleg nagy sebességgel. Figyelmetlensége miatt későn észlelte az előtte forgalmi okból álló autót, így abba belerohant. Az ütközés során három autó rongálódott. 21. alkalommal szervezték meg Kakasdon a hagyományőrző disznóvágást. Az eseményen két sertést dolgoztak fel a helyi népcsoportok tradíciói szerint, amiből szinte az egész község jól lakott. A programra egyébként a falu négy testvér településéről is érkeztek delegációk. A település apraja nagyja besegített hétvégén a hagyományőrző disznóvágáson Kakasdon. A Németház udvarán a helyi népcsoportok, székelyek, svábok és felvidékiek szokásai szerint történt a húsfeldolgozás és a töltelékek készítése. A svábos disznó megtisztítás az a forrázással történik, tehát akkor a disznónak a szőrét forró vízzel, és utána persze perzselővel távolítják el. A székely disznóvágásnál pedig szalmával igyekszünk ugyanezt elkövetni, de hát inkább beleégetni, kiégetni a szőrtűzőket is belőle. Idén 21. alkalommal rendezték meg a közös disznótort. Mindenkinek megvolt a maga feladata. Pásztor Józsefné már hosszú évek óta vezeti ilyenkor a konyhai teendőket, amelyekben a helyi asszonyok nyújtottak segítőkezet. Először is reggelire csinálunk sült májat, vérpörköltet, stokaszalonnát sütünk meg, és málét reggelire. Ebédre lesz szaurez, amit a német asszonyok fognak segítségemmel megcsinálni, és utána lesz galuska estére, meg a németeknek gombóc. Ezek mellett természetesen a sült hurka és kolbász sem maradt el. A település polgármestere elmondta, hogy bár az elmúlt két évben a koronavírus járvány miatt nem tudták megrendezni a programot, szeretnék azt ismét minden esztendőben megtartani, hogy át tudják adni a hagyományokat a fiatalabb generációknak. A kicsik is itt vannak, idősebbek is, nagyon jó hangulatú rendezvény. Szól egyrészt a hagyományok őrzéséről, ami nagyon fontos. A disznókat székely és sváb hagyományok szerint vágják le, és az esti asztalra pedig felvidéki rizses májas hurka is kerül, és ezzel próbáljuk a gyerekeknek megmutatni a hagyományos ételeket, ízeket, illetve szokásokat. Az eseményre egyébként a falu négy testvér településéről is érkeztek delegációk Kakasdra. A nemzetiségi disznóvágás este ünnepi műsorral és közös vacsorával, mulatsággal zárult. Tartós élelmiszercsomagot adományozott 46 rászoruló roma nemzetiségű családnak Dombóvárváros önkormányzata és a helyi roma nemzetiségi önkormányzat. A városban minden évben megajándékozzák a nehéz körülmények között élőket. A csomagok lisztet, cukrot, sót, tésztát, édességet, teát és konzerveket tartalmaztak. Minden várakozást felülmúlt 2022-ben a magyar turizmus teljesítménye. Az ágazat továbbra is emelkedő pályán mozog, így a szektor teljesítménye idén meghaladhatja a 2019-es rekordévben elért eredményeket, mondta Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség igazgatóságának elnöke. Közölte, tavaly 14,2 millió vendég, csaknem 40 millió éjszakát töltött el az országban, ez csaknem 40%-os bővülés 2021-hez képest, és csupán 5%-kal marad el a 2019-es szinttől. A szálláshelyek árbevételei 2022-ben 668 milliárd forintot tettek ki. Ez még az inflációval csökkentve is 52%-kal magasabb az előző évinél. 8. alkalommal szervezett támogatói bált a bátaszéki székelyek baráti köre. A rendezvényből összegyűlt pénzből a tervek szerint az Egyesület
közösségi házát szeretnék fejleszteni. A programon Sebestyén István mesemondó előadását követően a helyi Székely Unokák tánccsoportja egy sosem látott rendhagyó tánc koreográfiával lepte meg a közönséget. Ugye régi hagyománya van, régen sem csak az Egyesület tagjai vehettek részt ezen, hanem úgymond baráti körök, kisebb baráti társaságok, de azt gondolom, hogy az év, tehát ahogy teltek, múltak az évek, egyre inkább tagságunk növekszik, és ezért a tagság szeretettel veszi részt rajta, és hát a támogatói szó az annyit jelent, hogy a belépésével, a belépő kifizetésével az egyén az Egyesületet támogatja. A Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 22 diákja immáron büszkén viseli azt a bizonyos szalagot, ami középiskolai tanulmányaik végét jelzi. A szalagtűző rendezvényre a település művelődési házában került sor, ahol ünnepi műsorral készültek a tanulóknak. 22 diáknak tűzték fel a szalagot az alsóbb tagozatos társaik a Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola végzős osztályában. Az ünnepségre a település művelődési házában került sor, ahol a tanulókat, szüleiket és a pedagógusokat az intézmény igazgatója köszöntötte. Szerencsére csak a pandémia világjárvány alatt kellett ettől eltekinteni. 2020. január 24-én volt utoljára ilyen rendezvényünk, úgyhogy mindenki fokozott izgalommal készülődik rá. 3 év kihagyás után tudjuk megrendezni teljesen nyitottan a szülők, nagyszülők, pedagógusok és meghívott vendégek részvételével. Mindenki örül ennek. A 2022-23-as tanév végzős diákjainak középiskolai tanulmányai nem indultak egyszerűen, hiszen másfél évig digitális oktatás keretében kellett elsajátítaniuk a tananyagot. Ennek ellenére egy jó osztályközösség formálódott belőlük öntudatos véleményüket vállaló fiatalokkal, mondta az osztályfőnök. Nagyon sokat készültek rá a gyerekek a táncot, az angol keringőt, ami a fő attrakció lesz, már hónapok óta próbálják. És hát nagyon nosztalgikus érzés tényleg, így a 4 év felelevenedik, hogy mi történt, milyen sok mindenem mentünk keresztül, úgyhogy nagyon vártuk ezt a napot. Az eseményre az alsóbb tagozatos diákok készültek ünnepi műsorral, amit a szalagok feltűzése után a végzősök angol keringője zárt. Regionális híreink következnek. Segítik az iskolai munkát, tapasztalatot szereznek, pénzt is keresnek a kaposvári pedagógus hallgatók az iskolákban. A sorozatgyilkosságok pszichológiai háttere, szakpszichológus volt a vendég Pécse. Kutyavásárt szervez a NAV, keresik a jó képességű ebeket a munkájuk segítésére. Egyedülálló mentorprogram segíti a kaposvári pedagógus hallgatókat. A harmad és negyedéves egyetemisták pedagógiai asszisztensként dolgozhatnak az iskolákban, így gyarapíthatják tudásukat és munkájukért fizetést is kapnak. Ennyire örülnek a gyerekek Katanéninek, a második osztályosok pedagógiai asszisztensének. A Mate Kaposvári kampuszának tanító szakos hallgatója egy éve dolgozik félállásban a gyakorlóban. A negyedik évfolyamos lány azt mondja, nem csak anyagilag jön jól számára ez a munka. A tanulmányok mellett ez egy iszonyatosan jó kereseti lehetőség is, mert az ösztöndíjakkal együtt szerintem egy rendes fizetést kapok, ezzel a félállással és az ösztöndíjakkal együtt, és hát ebből azért sokkal egyszerűbb fenntartani nyilván a tanulmányaimat is. Azért fiatal vagyok, hogy szórakozni is szeretek, de alapjáratom mindent, tehát az albérletet fenntartani, nagyon nagy segítséget nyújt ez az egész program, és iszonyatosan nagy tapasztalatot, mert hát a gyerekekkel is egy nagyon jó kapcsolatot kialakítottam, illetve hát ezt a jövőben, majd a munkám során szeretném kamatoztatni is. A pedagógiai asszisztensek sokféle feladattal segítik a tanítók munkáját. Segítik a lassabban haladó gyerekeket, vagy akik mondjuk éppen tehetségesek, és mondjuk tehetséggondozásban is részt vesznek. És hát nyilván nekem is nagy segítség, hogy nem 24 felé nézek egyszerre, hanem akkor ő egy kis csoporttal dolgozik, vagy egy-két kis gyerekkel dolgozik. Nagyon sokrétű, komplex a munkájuk, a teremdekorálástól kezdve a felzárkóztatáson át, a verseny felkészítésen át. Ezt a programot 4 évvel ezelőtt indította el a Mate Nevelés Tudományi Intézete és a Kaposvári Tankerület. Azt tapasztaljuk, hogy nagyon gyakran, amikor befejezi ezt a programot a hallgató, akkor állásajánlatot kap, hiszen azt tapasztalják az ő esetében, hogy ő olyan hallgató, akire lehet számítani, aki ügyes.
És aztán majd lehet, hogy olyan is előfordul, amikor azt mondja a vezető, hogy hát nem őt szeretnénk, mert ő nem felel meg nekünk. És az egyetemnek is nagyon jó a program, hiszen mondhatjuk azt, hogy olyan képzést biztosítunk, ahol eddig is nagyon fontos volt a gyakorlatiasság, de most aztán különösen rátettünk még egy lapáttal. A végzett pedagógusokra is nagyon nagy szükség van Somogyban. Az egyetemista hallgatók többsége már a tanulmányai alatt előszerződést köt valamelyik iskolával. Mi késztet egy embert gyilkosságra? Milyen pszichológiai háttere van egy ilyen bűncselekménynek? Többek között ezekre a kérdésekre igyekezett válaszolni Róka László szakpszichológus pécsi vendégeskedése során. A téma iránt nagy az érdeklődés, mintegy fél ezren hallgatták végig a szakembert a Zsolnai Kulturális Negyed színház termében. Hogyan lesz valakiből sorozatgyilkos, egyáltalán gyilkos? Mi járhat a fejében annak, aki ilyen tetre szánja el magát? Híres sorozatgyilkosok életéről és tetteikről folyt a beszélgetés Pécsen az E78-asban, miközben azt is megtudhattuk, mi késztet valakit arra, hogy ilyen szörnyű tettet kövessen el. Sokat számít az, milyen volt a gyerekkora valakinek. Alapvetően egy nagyon sérült patológiás jellemről van szó ilyen esetben, mondta Róka László, szakpszichológus. Volt egyáltalán családja, volt-e szeretet körülötte, és általában azt látjuk, hogy nem. Hogy szeretet nélkül, bántalmazva, abuzálva nő fel egy ilyen ember, mert emberről van szó, akár milyen borzasztó dolgokat is követel, és erre jön még az önbizalomhiány, erre jön még a bántalmazás, és egyszerűen szeretetet nem tanul meg, szeretni, tudni, szeretetet elfogadni nem tanul meg, viszont az agresszióban valamilyen módon megtalálja önmagát, megtalálja a sikert és a hatalmat. Felmerül a kérdés, vajon ezek a gyilkosok valamennyien beteg emberek, vagy egészséges pszichikummal rendelkeznek, csak éppen gyilkolnak. A szakember szerint attól, hogy valaki nem beteg, nem patológiás eset, nem feltétlenül lesz még normális. Van, akinél diagnosztizálnak. Ott van például Albert Fish, szürke ember, azt hiszem ez volt a gúny neve. Őnála rengetegféle különböző patológiát és egy nagyon-nagyon súlyosan beteg személyiséget mutattak ki. Viszont vannak olyan sorozatgyilkosok is, akikre nem illik rá egyetlen pszichodiagnosztikai kategória sem. És van, akire nem mondhatjuk azt, hogy antiszociális személyiségzavar van, vagy pláne nem azt, hogy pszichotikusként ne tudná megkülönböztetni a valóságot a fantáziájától. És ott nem marad más, mint, bocsánat, a zsigeri gonoszság. A program Szegeden kezdődött, és mivel nagy érdeklődésre tartott szert, ezért országos körútra indult. A legutóbbi állomás Pécsen volt, a Zsolnai negyedben található E78-as színházteremben. Kutyavásárt tart a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Kereső és járőrkutyákat képeznek majd azokból az egyedekből, melyek megfelelnek a kitűzött feltételeknek. Kereső kutya akár keverék ebekből is nevelhető, ha az alaptulajdonságaik jók ehhez a feladathoz. Így akár menhelyi kutyákból is lehet a vámosokat segítő munkatárs a jövőben. Hámban a testéhez rögzítve viszi le Flash-t, a kereső kutyát a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársa egy hajó belsejébe. Mohácson dolgozik ez a kereső kutya, akit egy menhelyről ajánlottak fel a NAV-nak. Most újra kutyákat keres az adóhivatal. Újra kutyavásár lesz a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, az általános feladatokon túl speciális kereső kutyákat is fog vásárolni a hivatal. A folyami határon végzett feladathoz közepes vagy kistermetű kutyát keres a NAV, amely bírja a magasságot, a mélységet, és nem mutat félelmet erős zajok esetén, stabilan tud közlekedni szűk csúszós helyeken, nem agresszív és kézben tartható. Az ebeknek alapvető feltételeknek kell megfelelniük, hogy kereső kutyák váljanak belőlük. 10 és 36 hónap életkorúak és egészségesek legyenek, és rendelkezzenek oltási könyvvel, amelyben minden szükséges adat szerepel. Az a kutya tulajdonos, aki részt szeretne venni a pályázaton, a NAV kutya beszerzés kukac.nav.gov.hu e-mail címen jelentkezhet. Február 17-éig várják a tulajdonosok jelentkezéseit, ajánlásait. A kutyavásárt márciusban tartják majd Budapesten. A kereső kutyáknál nem feltétel, hogy fajta tiszta legyen. Azonban keresnek járőrkutyákat is, náluk kikötés, hogy német juhász kutya fajtájúak legyenek. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna vármegyei híreinket még egyszer röviden.
Új civil szervezet Szekszárdon, a csatári és az alsóvárosi területekért dolgoznak majd. Német nemzetiségi tanösvény a vármegye székhelyen, a Béla Király tértől a Szent János és Pál kápolnáig vezet a gyalogút. Teveli tűzoltóház, állami és önkormányzati támogatással készülhetett el a felújítás. Hagyományőrző disznóvágás, szinte az egész falu jól lakott Kakasdon. Kedden erős északnyugati szél ígérkezik, a hideg front ellenére pár fokot enyhül az idő. Változó napsütés, felhőátvonulások és elszórtan kialakuló hózáporok várhatóak. Éjszaka is hasonló marad az idő, közben délnyugat felől egyre nagyobb területen legyengül a szél, és már csak a középső ország részben marad élénk, erős a légmozgás. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat és keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!